Közel 40 kisgyermek várta a Mikulás érkezését. Nagyon vidám hangulatot varázsoltak, tánccal és énekekkel fogadták a Mikulást. Az élő zene is emelte a hangulatot. Zenéit Berg Péter hegedű játszotta. Mindenki kapott ajándékot és beszélhetett a Mikulással, sőt fotókat is készíthettek vele. A rendezvényről a szervező nyilatkozott. A Horváth Egyesület és a Szülők Szülőit Egyesület közösen szerveztük ezt a Mikulás estet, főleg helybéleknek, de ahogy látom, jöttek azért máshonnan is, és örömmel fogadunk mindenkit, aki ezen részt vesz. Több mint 40 gyerek tudomásom szerint jött el a szüleivel, és nagyon élvezik, és mi is örülnek, hogy így sikerült ennek a nagyon rossz idő ellenére is. A minden évben megrendezendő esemény felkészítésében nagy szerepe van a tanárnéniknek és az óvónéniknek. Főleg a szőlőhegyi gyerekeket szólítottuk meg, de azért elég szép számban jöttek környező falvakból és a városból, és aminek természetesen nagyon örülünk. És egy kicsit, hogy emlékezetesebb legyen ez a dolog, egy kis pici táncházzal készültünk még a gyerekeknek, és ugye úgy vártuk a Mikulást, aki természetesen nem üres puttonnyal érkezett hozzánk. A szép téli havas és hideg környezetben öröm volt látni a sok-sok csillogó szempárt a téren, ahogy várták a Mikulást.